Mikor megnéztem Dr. Jeff Wilson Mantilla 2023-as előadását a témában, egyik ámulatból a másikba estem. Ez olyan lendületet adott, hogy utána még másik két hosszabb előadást is végignéztem a szauropodákról, és csodálatom tovább nőtt. Dr. Wilson, aki igen elismert tudós, az ötödik az idézettségi rangsorban a világon, ha a dinoszaurusz témáról van szó. Előadásának fókuszában a szauropodák mérete és anatómiája, fogaik és roppant hosszú nyakuk áll, illetve az, hogy ez miként tette őket ilyen sikeres növényevőkké. A szauropodák a triász végétől egészen a dínó kihalásáig léteztek, és ezzel a legsikeresebb dinoszauruszok közé tartoznak. Sok mindenben hasonlítanak egymásra, de különbségeket is felfedezhetünk a hosszú nyakúak körében. Felfedezésük kezdeteinél azért volt néhány bökkenő, rögtön az elsőt, a Ketiosaurus, minden dínók elnevezője, Sir Richard Owen találja meg, és írja le 1841-ben, az ő neve egyébként bárna hüllőt jelent. Ugyanis Owen meg volt győződve, hogy egy óriási tengeri hüllő maradványait találta, nem pedig szárazföldi lényét. A Ketiosaurust nem is adta hozzá a csoporthoz, amikor megalkotta egy évvel később a Dinosauria nevet. Amikor 1905-ben meglátták az American Museum of Natural History által összerakott Brontosaurust, az európai és amerikai tudósok még örre mentek azon, hogy milyen is kellett legyen a testtartása ezeknek a hatalmas jószágoknak. A többi hüllő a dinókkal ellentétben ugyanis széles terpezben mászkál, de ha a dinók is így tettek volna, akkor összenyomták volna a saját tüdejüket, így lassan mindenki elfogadta az amerikai felegyenesedett elképzelést. A méreteiket jól szemlélteti Ronald T. Byrd klasszikus képe 1939-ből egy ásatásról, ahol egy kisfiú pocsol egy szauropoda lábnyomában. De ne gondoljuk, hogy ezek a dinók, akik a valaha élt legnagyobb szárazföldi lények voltak, alapból óriásinak születtek. Mi, emberek is elég apró méretekben kezdjük. Ezen a képen például egy 5 napos, kb. 200 sejtet tartalmazó embrió látszik, egy tűlyukban, ahová a cérnát kell befűzni. Az Argentinosaurus kikelésekor például alig volt több, mint egy embergyermek, csupán 5 kg-ot nyomott. A fejlődési ütemben azért mutatkozik némi különbség az emberhez képest. Míg egy átlagos kisgyerek 90-95 cm magas, mikor elkezdi az óvodát, egy 3 éves szauropoda már több mint 240 cm, magasabb, mint bármelyik játékos az NBA történetében. Felnőtt korára súlya szintén hasonló az emberihez, csak mi kilogramban, ő pedig tonnában éri el a 60-75-öt. Pedig mi magyarok mindent megteszünk az elhízásért, alig van nálunk kövérebb népség az EU-ban, de a szauropodákkal azért nekünk sem sikerül versenyre kelni. Itt van egy ma élő kaméleon, aki szintén hüllő, 2-3 cm-re nő meg. És itt van egy Mamenchisaurus, aki meg mondjuk 22-25 méterre. A kicsi hüllőből csak nem 1000 példány kell, hogy elérjük a nagy hüllő hosszát. Ha a bőrfelületüket szeretnénk kirakni, akkor már 1 milliószoros a különbség, ha pedig a térfogatot hasonlítjuk össze, akkor már 10-9-en 1 milliárd kicsi kaméleon fér bele a Mamenchisaurus testébe. Hogy milyen nehéz a pontos tömegbecslés, és melyik lehet a legnagyobb ezek közül az állatok közül, azzal kapcsolatban nézzétek meg Benji Thomas nagyszerű videóját. Nézzük meg, milyen trükköket alkalmaztak, és mitől voltak ilyen sikeresek. Kezdjük a fejükkel. Ez azért lesz érdekes, mert azon túl, hogy roppant kicsi, szerkezete nem sokat változik az évmilliók alatt. Egy kacsacsűrű dinónál a fej-test térfogat arány 1:30. Ugyanez a szauropodáknál viszont csak 1:200. Nem fejlesztettek izmokat a rágáshoz, nem voltak heterodonták, azaz nem voltak külön tépő és rágófogaik, ugyanis a növényeket rágás nélkül egyben nyelték le, ami persze nem volt egyszerű, hisz a gyomor sok-sok méterrel hátrébb helyezkedett el a leghosszabb nyakú fajoknál. A fejméret tehát nem követte arányosan a testük növekedését, az kicsi maradt. Ami viszont nagyban segítette őket abban, hogy ennek ellenére is elég táplálékot vegyenek magukhoz, az a nyakuk volt, amivel nagy magasságokba elértek. De majd meglátjátok, nem feltétlenül a magasság a döntő. Azonos területen, azonos időben 4-5 szauropoda faj is élt, más-más magasságokban legelve nem jelentettek egymásnak konkurenciát. Valószínű, hatalmas bendőjükben baktériumok, és szándékosan vagy véletlenül lenyelt kavicsok, gasztrolitok segítették az emésztést. A fejük alakja a proszauropodákhoz képest, azaz az elő szauropodákhoz képest, mint például a Plateosaurus, változik azért, rövidül,
és pontosan záródó fogsorok alakulnak ki a hatékony aratáshoz, harapáshoz. Az állkapcsok magassága megnőtt idővel, az orlukak egy picit hátrébb kerültek a szem irányába. A vastagabb állkapocs jobb alapot ad a fogaknak, amelyek elképesztő sebességgel 60 naponta cserélődtek, néha 3-5 fog várakozott egy időben az állat szájában, hogy sorra kerülhessen. Vannak fajok, ahol ez a 60 nap 30, sőt, egyes fajoknál akár 15 napra lemegy. A késő triász és késő kréta közötti eltelt idő alatt a fogak alakja rengeteget változott, leginkább karcsúsodott. Ezek a ceruza-szerű fogak gyengébbnek tűnnek ugyan, de akkor miért is történt ez a változás? Vékony ceruzákból sokkal több fér a tolltartóba. Ezekből a fogakból többet lehet bepakolni a szájba, például a Diplodocus esetében. Térjünk át a nyak sajátosságaira. Nem a harapásuk, hanem a hosszú nyakuk lesz a legfontosabb evolúciós előnyük ezeknek az állatoknak. Nekünk és a többi emlősnek 7 nyaki csigolyája van, ezzel szemben a képen látható Kínában talált Omei Saurusnak 17 darab ilyen csigolyája van. Mit gondoltok, a zsiráfnak hány csigolyája van? Talán meglepő, de neki is csak 7, viszont jól megnyúlt az alakjuk. Ha valaki hosszabb nyakat szeretne, 2-3 trükköt alkalmazhat, vagy a csigolyák alakját változtatja meg, vagy a számát növeli. A harmadik út, hogy nem változtat ezeken, de a vállait lentebb tolja, mint például a padaung asszonyok az emberek esetében. A sauropodák mindhárom taktikát alkalmazták. Ha hosszabb csigolyákat szeretnénk látni, akkor csak vessünk egy pillantást a Brachiosaurusra vagy a giraffa titánra. Ott van például a 12 csigolyával rendelkező Camarosaurus. Ugyanolyan hosszú nyak lehet 12 vagy 15 csigolyából, ebben az esetben a kevesebb csigolyából álló kicsit kevésbé lesz hajlékony. Ezek a csigolyák ügyes gömbizületekkel kapcsolódtak egymáshoz, viszonylagos biztonságot adva a nyaknak. A CT-vel megvizsgált csigolyák és a számítógépes modellek szerint viszont előre nem voltak hajlékonyak, nem úgy kell elképzelni, mint egy hattyúnak a nyakát. Sokkal inkább jobbra, illetve balra tudták mozgatni ezáltal a fejüket, pont úgy, ahogy egy fűkaszával dolgozik egy ember. Ugyanakkor a csontok sűrűsége is fontos lesz. Ha nagyon tömörek lennének, vagy lettek volna, nincs az a nyakizom, ami képes lenne mozgatni ilyen hosszú testrészt. A ma élő madarakhoz hasonlóan testük tele van légzsákokkal, illetve csontjaik is üregesek. A könnyített felépítés akár 50-60% levegőt is jelenthet a csigolya csontokban. Különös alakú kinövéseket is ismerünk ezen állatok körében. Talán védelemre használták ezeket, vagy ami még valószínűbb, hogy párzás idején villogtak ezekkel. Ilyen volt például az Augustina, vagy a Bahadasaurus, de ott van az egyik legmenőbb, a Shunosaurus, aki pedig a farkán viselt egy kis népnevelőt, vagy díszt, az Ankylosaurushoz hasonlóan. Az Amargasaurusnak pedig szép vitorlái lehettek. Lábaik hatalmas vaskos oszlopok. A végtagok követik az Ultimate felépítési logikát, ami meglepő módon már 350 millió éve ott van a természet eszközei között, és nagyon szívesen alkalmazza. Korán kiderült, mi a helyes út, nagyjából azzal egy időben, hogy a késő devonkori hal ősapánk, a Tiktaalik kijött a szárazföldre. Ha kinyújtjátok a kezeteket, akkor ti is láthatjátok ezt a felépítési logikát. Felkar, alkar, kéz tekintetében a csontok száma 1, 2, sok. Ez ugyanaz a logika, amit a dínók is alkalmaznak, illetve nagyon-nagyon sok más négylábú állat. Sőt, rengeteg vízi élőlénynél is lehet ezt figyelni. Réges-régen léteztek ezek a nagyon nehéz porszívók, amiket beraktál a szoba közepére, és a hosszú csővel csatlakozva gyűjtötted a port a szobából. Ehhez hasonlítja a nagy, lassú léptű óriásokat Dr. Wilson az előadást lezáró összefoglalóban. Ezeket a lassú mozgású, aprófejű óriásokat sok különböző méretben találjuk egész végig a mezozoikum idején. Kezdetben két lábon, majd négy lábon járva rótták az akkori tájat, hatalmas hatást gyakorolva az akkori erdők növényvilágára. Különböző díszek, eltérő nyakhosszúság, a melső-hátsó láb arány is eltérő lehet. Ezek ellenére nagyon sikeres csoportjai ők a dínóknak.
remélem tetszett nektek ez a rövid összefoglalás. Kommentben írjátok meg, nektek melyik a kedvenc sauropodátok. Kókusszal nagyon örülünk minden like-nak, minden megosztásnak. Találkozzunk legközelebb.